harc előtti rituálé a Vajkru, azaz tisztelet a mesternek, ami után a harcos eltáncolja a Ram Muay Thai-t. Ezt a táncot mutatja be Balassa Nikoletta, a Szekszárdi Muay Thai Sportegyesület legfiatalabb versenyzője, tradicionális harci öltözetben, kezén és fején a harci amuletteket viselve. Másfél éve kezdtem a Thai boxot, előtte egy évig kickboxoltam a Vas Krisztiánnál, de ő sajnos meghalt. Utána anya mondta, hogy van egy ajánlása, és akkor mondtam, hogy kipróbálom, és akkor kipróbáltam egy évre rá, elkezdtem versenyezni, egy verseny meg is nyertem. Müller Gergő az ökölvívásból tért át a Thai boxra. Körülbelül másfél éve űzi a sportot, de már több versenyen is eredményesen képviseltette magát. A Városgazda Muay Thai kupáról első helyezéssel térhetett haza. Igazából mindig is érdekelt a kézláb sport. Még boxoltam, ugye edzőm Ördög Péter utánunk edzett, és találkoztunk, ezt megismerkedtünk, és akkor mesélte ő is, ugye, hogy az edzőt akar tenni. Engem érdekelte az egész, igazából kipróbáltam, és azóta ez megy. A Szekszárdi Muay Thai Sport Egyesület 2020. októberre óta létezik egyesület formájában, viszont előtte is már több évtizede folytak az edzések. Az egyesületi forma életre hívásának az oka az volt, hogy az edzésekre járók közül többen is szerették volna próbára tenni küzdősporttudásukat a bajnokságokon, versenyekre nevezni azonban csak egyesületi tagként lehet. Az egyesület megalapítása után, ugye nagyon szerencsétlen időszakban jött létre az egyesületünk, mivel a COVID-helyzet miatt hát ez eléggé korlátozottak voltak a lehetőségeink, és ahogy megnyílt a versenyzés lehetősége, ugye csatlakoztunk a Magyar Muay Thai Szakszövetséghez, és ebbe a rendszerbe, tehát a Világszövetség, az IFMA-nak a amatőr versenyrendszerében versenyzünk. Több versenyen is részt vettünk idején, illetve tavaly sikeresnek mondhatom úgymond az évet. A Thai box sok mindenben különbözik a karatétól és a kungfutól. A rúgásokat, ütéseket teljes erőből viszik be, nem fogják vissza őket. Mezítláb, ökölvívó kesztyűben edzenek a ringben, vagy épp a tatamin. A koncentrációt, az erőt, a reflexeket, az időzítést állandó küzdő gyakorlatokkal fejlesztik. Heti kétszer 2 órában vannak edzések a teniszpálya mögötti régi squash teremben.